Az elmúlt évek, évtizedek, de lehet azt is mondani, hogy a rendszerváltás egyik legnagyobb vesztesei a magyar fuvarozók. Pedig ez a szektor egyes felmérések szerint a magyar GDP akár 5-6%-át is kiteszi, mégsem tudunk arról, hogy a különböző eddigi kormányok, vagy úgy általában véve a politika érdemben foglalkozott volna az ő problémáikkal. Ezen szeretne most változtatni a Mi Hazánk mozgalom. Első lépésként mi 6 fő problémakört fogalmaztunk meg, amellyel a jövőben foglalkozni kell. Az első probléma, hogy a magyar fuvarozók nem tudják felvenni a versenyt külföldi vetélytársaikkal, ugyanis az a piaci gyakorlat, hogy nem azt nézik, hogy magyar fuvarozó cégről van-e szó vagy nem, hanem egyszerűen csak azt, hogy mennyi a fuvardíj. Itt nyilvánvalóan, hogy a kormány részéről beavatkozásra volna szükség, és egy új adópolitikát megalkotni, amely a KKV szektor ezen részét is segíti. A második fő problémakör, hogy a kormány által nagyon támogatott multinacionális cégek sem azt nézik, hogy magyar-e a fuvarozó, illetve itt még közbe kell szúrni, hogy valószínűleg a most épülő akkumulátorgyárak esetében sem magyar fuvarozó cégeket fognak megbízni, már csak ez az egy tény is rámutat arra, hogy ez az akkumulátor nagyhatalmi státusz víziója mennyire elhibázott. A harmadik fő problémakör, amely rendkívül sokrétű, talán nincsen egyetlen egy szektor sem, amelyet ennyire sújtanának az elmúlt években a különböző megnövekedett költségek. Gondoljunk arra, hogy növekszik az útdíj, az üzemanyag, a szervizdíj, az alkatrészárak, egyébként is magas adóterhekről van szó, de hogy egy konkrét példát mondjak, egy szlovák fuvarozó cég számlavezetési díja mintegy 10-szer olyan olcsó, mint egy magyar, így ez a helyzet összességében a tönk szélére lökött nagyon sok magyar fuvarozó céget. Negyedik fő problémakör, adminisztratív terhekkel is meg kell birkózniuk a magyar fuvarozóknak. Gondoljunk arra, hogy például az Európai Unió által elfogadott mobilitási csomag, amelynek egy része arról szól, hogy december 31-éig a menetíró készüléket le kell cserélni minden tehergépkocsiban. Ez kocsinként 500 ezer forintot jelent. Most gondoljunk bele, hogyha egy cégnek van 20-30 gépkocsija, akkor ez milyen költségeket ró rájuk. Természetesen sajnos az eddigi gyakorlatnak megfelelően semmiféle kormányzati támogatást nem kapnak a magyar fuvarozók. Az ötödik fő problémakör, látni kell, hogy ha egy szektor ilyen nehéz helyzetbe kerül, például a gazdák vagy a taxisok, akkor ők már régen tüntetnek. Nem látjuk, hogy a fuvarozóknak lenne ilyen érdekérvényesítő szervezetük. Sajnos azt kell mondani, hogy ez nagyon gyenge lábakon áll, így hát, ha úgy tetszik, erős szakszervezetiségre van itt is szükség, a meglévő szakszervezeteket erősíteni, ha kell, újakat kell létrehozni, hogy érdekérvényesítő képességük növekedjen a magyar fuvarozóknak. A hatodik pont az pedig arról szól, hogy a globális nagytőke miatt ide is egyre inkább áramlanak be az olcsó ázsiai vendégmunkások, amely egyrészt nagyon nagy kockázatot jelent, tehát hogyha indiai sofőrök lepik el az utakat, az közbiztos, illetve hát balesetveszélyes, és ilyen szempontból kockázatot jelent, illetve letörik a magyar béreket, úgyhogy összegzésképpen azt mondhatom, hogy innen erről a helyről is buzdítok mindenkit, minden magyar fuvarozót, magyar fuvarozó céget, hogy nyugodtan keressenek minket, és kezdjünk el közösen kidolgozni egy stratégiát a jövőre nézve, amellyel tudunk javítani a magyar fuvarozók helyzetén, mert nagyon fontos értékközvetítő munkát végeznek ők is.